Elrepült az az egy év, Peti, mint Baracskán 3, mondta a mester, de lehet. Mind a gyors vonat. Hát egy évig éltünk együtt a sárkánnyal, ugye, ami egy Rexton volt. Ezt illesztettük be a kis családi életbe. Tökéletesen elégedett voltam vele. Egy-két dolog bukott ki ugye a használat során, amin nagyon szívesen változtattam volna, és hát változtattam is, mert megérkezett a Szöcske 2. Ugye? Na most az van, hogy röhögtek sokan, hogy jó, akkor vált az autót, meg akkor lesz nálad hosszú távon, csöpög a víz, mi? A Wasser. Mikor csődbe megy a szangja, meg izé. Na most nagyon fontos, hogy a csődvédelem, meg a csődeljárás az nem ilyen csődöt. Ugye ezt tisztázzuk azért az elején, hogy kicsit kreténül jött ki amúgy tényleg a magyar importőrnek is, hogy pont a legjobb évet zárják, az egyik legjobb évet, aztán a Mahindra, az meg így, legyünk őszinték, a Mahindra kivitte a pénzt azt a Ssangyongból, mert ugye az övék volt túlnyomó részt, aztán hát nem tudják visszafizetni a hitelüket, de tök mindegy, mert csinálnak egy átszervezést, ugyanúgy, mint a Chapter 11 volt Amerikában annak idején, csinálnak egy átszervezést, aztán minden megy tovább, úgyhogy mindenki megnyugodhat, nem fog megszűnni se a márka, se a semmi, ugyanúgy szállítják az autókat, ugyanúgy megy a szervez, ugyanúgy megy minden tovább, és én örülök neki, hogy egyre több ember vesz ilyen autót. Megmondom, hogy miért. Egyszerűen azért, mert nem vernek át. Egy jó árérték arányú cucc, nem a világ legjobbja, meg nem a legprémiumabb, meg a mit én tudom micsoda, cserébe azt kapod, amiért fizetsz. Se többet, de se kevesebbet. Nagyon-nagyon fontos. És én azt mondtam a srácoknak, hogy jó, most én visszaadom akkor a Rextont, szeretném, hogy akkor legyen egy kicsit olyan, amivel jobban lehet pakolni. Mert mi volt a gond a Rextonnal? Ugye ez itt a Grand Musso, Ugye a Rextonnal a legnagyobb problémám az volt, hogy ez 7 üléses kivitel volt, és hogyha ledöntöttem a leghátsó sort, mert ugye általában nem használtuk heten. Egyszer kellett, de akkor nagyon, innen is üdvözlöm a Fáraót, ugye őket vittük haza, a Csikóséknál volt egy ilyen közös borozgatás, aztán ott a Balatonnál pont úgy alakult, hogy heten kellett, hogy beüljünk az autóba, tök mindegy. De ugye kárpitozza volt az ülés támla, ezért ledöntötted, akkor ilyen tök szép kárpitozat volt a beltér. Na most beledobtad így bármilyen szőnyeget, raktál minden, azért a hengerfejet megsínlette, a bicikliket megsínlette, nehéz dolgokat megsínlette, mert egyszerűen összekarcolódott, meg ide-oda csúszkált benne minden. Bármit csináltunk, és ez az idei év az úgy alakul, meg úgy néz ki, hogy fogunk nagy cuccokat, meg nehéz cuccokat cipelni. Egyrészt azért, mert ugye kialakítottuk a műhelyt Zsámbékon, és még ott is lesz azért dolga ennek az autónak, másrészt meg személyes indítatásból is. Úgyhogy én mondtam, hogy én szeretném most ugyanazt, igen, és itt fog átmenni ezen a pocsaján, és fog minket lespriccelni, de már csinálunk remek felvételeket, ahogy... Szevasztok! Hello! Aha! Aha! Semmi gond! Hello! Szia! Ezért nem kell belemenni a vízbe, mert utána csúszik a szíj. Szóval máskor amúgy leszoktunk el, csak most tényleg időszűkében vagyunk. Na mindegy, szóval azt mondtam, hogy szerettük a belsejét, a kényelmét, az, hogy ahhoz képest nem evett sokat, hogy elmentünk vele mindenhol, meg kényelmes volt, nagy volt. De jó lett volna egy nagyobb csomagtartó, amit nem kell annyira félteni. Hát lett. Lett. Ez jelen állapotában az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb. Hát raktér, plató, nevezzük annak, amit itthon kaphatsz. Na most egy pár változást azért eszközöltem rajta. Egyrészt ugye megterveztem ezt a fóliát, amit ugye a Mosonmagyaróváron a Szabóék zseniálisan fel is raktak, tehát innen is üdvözlöm őket. Már megmutatom, hogy hol volt a szopó, szóval itt, hogy ezek kijöjjönek, mert Pityu nagyon okosan egy ilyen vésett mintát álmodott rá, és azért, ezzel azért szívtak. Még itt az ilyen szépen kijött. Látod, hogy pont ott jöjjön ki meg minden, de gyönyörűen megcsinálták, csak úgy, ahogy az előzőt. Úgy gondoltam, hogy szükség van rá, hogy egy picit elmaszkírozzuk azt a hát ormótlan oldallemezt, meg formát, amit amúgy megálmodtak rá. Pickupnál nagyon nem tudsz variálni, mert hogy ugye kell a nagy plató, meg minden, aztán ezt adta ki. Szerintem jó lett, valamint lefényeztük a felniket, hogy ugyanaz szürkék legyenek, és kértem rá azokat a gumikat, ezek ugyanazok a gumik, amik a Rextonon voltak nekem, mert nagyon elégedett vagyok ezekkel a Maxi Száté gumikkal, akármit mond, tudod, vannak a gumiz, csak a Goodrich, csak a izé.
ez volt, tökéletesen megfelel, nyilván nem fog úgy esős úton tapadni, ahogy egy téli vagy egy nyári abroncs, de nem is azért van, cserébe eddig mindenhol elmentem vele, ahová bemerészkedtem, tök jó öntisztul, és egyáltalán nem zavar, hogyha elsőben megcsúszik a popsia, ahogy azt a cigány mondta annak idején, innen is üdvözöllek, szevet cigi barátom, mert akkor elmegy keresztbe, ennyi az egész. Szóval itt van, íme, tessék, 4,5 méter hosszú, elég nagy, ezért a parkolni nem éppen a legkönnyebb vele, apró adalékként még elmondanám, hogy ahogy elhoztam Mosonmagyaróvárról, hát nem telt el 24 óra, amikor is neki mentek. De úgy, igen, neki mentek, jól látod, az ott egy nekimenés, de úgy, hogy harmadáig se volt a Penny parkolója, szembe állt vele az autó, gondolom el akart menni mellette, közel távol nem volt senki, én voltam a hülye, minek álltam oda. Szembe akart elmenni, valószínűleg kicsi volt, nem vette észre, meg szürke is volt, neki ment, nyilván cetlit nem hagyott semmit, ott hát a kipattant a lökhárító, azért visszaraktam ott helybe, semmi. Ennyi volt, csak hát a fóliát azt ott megrakta, úgyhogy innen is üdvözlöm azt a zúri embert, remélem, hogy a szakadt régi Honda Accordjának az órát azért legalább lebontottam. Star Trek van, Peti. De az a lényeg, ami ebben a legjobb, hogy ez úgy egy haszonjármű, hogy igazából ugyanazt kapod meg bent, mint a Rexonban már megszoktuk. Nagyon imádták a gyerekek, én is nagyon kedveltem, hogy tényleg megpihensz benne, mert mindenütt van rengeteg hely, marha kényelmes az ülése, fűt, hűt, nincsen faxni, és mellette meg ugye itt van a raktér. Na most azért vártunk eddig ezzel a teszttel, mert rá kellett, hogy kerüljön ez a platótakaró, aminek én nagyon-nagyon örülök, mert ugye addig használhatatlan, főleg ebbe az időbe. Mindent be kellett pakolni, szóval azért megvannak, dobozt meg nem, megvannak a hátrányai, dobozt meg azért nem akartam, mert alkalomattán magas dolgokat is viszünk benne. Szekrényeket, stb. Ott azért a bázison belül azért cibálunk, meg hát nyáron nyilván már fürdünk benne. Úgyhogy ezért akartam, hogy legyen rajta egy platótakaró, és tök faszom, nézd, egyrészt nem ázik be, nem fagy szét, másrészt ugye nézzük meg, hogy mekkora is ez a plató. Ugye eleve rohadt nagy, 1610 mm hosszú, több mint 160 cm maga a plató. Tök jó, hogy ekkora a mérete, 60 cm magas, ugye kérheted merev híddal, meg ötlengőkaros hátsó futóművel. Ez a kényelmesebbik, ez az ötlengőkaros, mert ez a prémium kivitel. A prémium kivitelhez jár alapból az ötlengőkar, nekünk meg a nyakunkba a víz, Peti, mert egy teherautó jön. Lehet, hogy a kamerának az már nem tesz jót. Épül az ország. Szóval ehhez is kérheted, ugye azt a merev hidat, a prémiumhoz is, a jobb, nagyobb kivitelhez is kérheted a merev hidat, akkor 1020 kilót bír, így körülbelül 900-at, de hát tudjuk, hogy a Magyarországon a 900-at azt 1000-re kerekítjük. Szóval, ja. Ami még nagyon jó, hogy csak 76 centit kell emelni, ebbe is a többihez képest sokkal jobb ez az érték, meg hát az, hogy hatalmas. Amit én egy picit, én megörültem volna több fülnek, ezt így néztem is, hogy ezen most... Á, imádom ezt a hangot! Hogy ezen 4 rögzítő fül van, ott van hátul 2, meg itt van 2, viszont nézd csak meg, hogy milyen okosan megoldották a vízelvezetését ennek a takarónak. Látod? Oda szépen kivezetik a vizet alulra a kocsi alá. És hát ugye így meg aztán tényleg magas cuccokat is bele tudsz tenni, szóval ezért a platótakaró. Erre amúgy nyugodtan ráülhetsz, két felnőtt ember súlyát simán elbírja, így. És hát zárható az egész. Úgyhogy innentől kezdve van egy csomagterünk. Teszem hozzá halkan, hogy nem ázik be. Nagyon-nagyon fontos. Most döbbentem rá, hogy egy hete hurcolok ott egy nagy zsák szilentet kartondobozba, nem ázott el, nagyon örültem neki. Na, szóval ez megvan. Nyilván a terepszögei nem olyan jók a borzasztó hátsó túlnyúlás miatt, mint a Rextonnak. Kértem rá vonóhorgot, rá is raktak, be van írva a forgalmi, a bajonett záras vonóhorog. Ilyenkor értelemszerűen, ha nem használom, akkor ugye le kell venni, le is vettem. Tessék, nincs ott. Itt van a hátsó ülések alatt. Ami amúgy onnan nem fogsz látni, mert ott van a póló. Akazd le. Bent
Szögre ugyanaz a beltér, mint a Rextoné, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugyanaz a beltér, magyarán ugyanaz a kényelem megvan, mint abban megvolt, csak van egy rohadt nagy platód. Jó látod, hátsó ülés, fűtés is van. Nagyon szeretik a gyerekek. Egy pár apró eltérés azért van a Rextonhoz képest. Ugye egyrészt, ami egy kicsit zavar, hogy nem tudod fölhajtani az ülőlapot, vagy nem tudod fölhajtani, a támlát tudod dönteni, ott van, ott, ha meghúzod, látod azt a kártott oldalt? Igen. Na, azt ha meghúzod, akkor így dől az egész, és mögötte... Húzd meg? Igen. Na, itt van mögötte egy rekesz, abban vannak eltéve a cuccok, meg hát ott van az ülés alatt bedobálva minden, ott van a vonó, szem, meg minden, ezt onnan tudom, vigyázz, hogy már szükség volt, mert vontattuk ki bele Szántóföldön elakadt Honda Jazz Szilveszter éjszakáján, probléma nélkül van, egy 5 tonnás rántókötelem, azzal kikaptuk, de amúgy az ülések alatt rengeteg cucc elfér. Ide vannak berakva a motyók, jár hátra, ugye ülésszel, vagy szellőztető, jár hátra kapaszkodó, májrévas, és nagyon hamar megszokták a gyerekek, külön örültem neki, hogy ennek ez a fekete bőr belseje van, nem a feláras kávébár, mert azt azért tisztítani azért szopás. És akkor kész, itt van a kis szőnyegecskét, aztán hello. Ebből a szempontból eddig jó választásnak tűnt. Az orrában amúgy, hát megnézhetjük, de nincs nagyon mit mutogatni rajta, ugyanaz a 184 lóerős, vagy 181, attól függ, hogy német szabbant, vagy brit szabbant nézel. 2-2-es dízel van, mint volt, szépen hosszába elhelyezve, ugyanúgy látszik, hogy ugyanonnan fentről szívja a levegőt, mint a Rexton, úgyhogy nagyon jó a gázló mélysége. Ennyi, nincs itt nagyon bonyolult, egy AVL által fejlesztett modern közös nyomócsovas turbodízel 420 Nm nyomatékkal. A különbség leginkább talán az, hogy ebben már nem a 7 gangos Merci féle váltó van, hanem a hadsebességes Aisin, vagy Aisin, ahogy hívják. Most ment a várja, hogy ez erre mi volt szükség, meg hogy modernebb, egyszerűen azért volt rá szükség, legyünk őszinték, mert ugye a 7G Tronicot már kifutatta, a Merci nem érdemes gyártani, az Aisin meg ott volt kéznél, megvehető, van hozzá a support még hosszú évekig, úgyhogy azt rakták hozzá. Na, mit mondanak még el? Jó, hogy nincs nagyon lent a ködlámpa, ugye egész magasan van, lent nem vered össze, van egy ilyen alsó motortérvédelem, aztán hello, gyere üljünk be! Szóval nem villantani akarunk, hanem tényleg használni, meg cuccokat, meg motorblokkokat bedobálni, ahhoz meg viszont tök jól jön a plató, meg jó van védve. Bőrbelső, hűtött, fűtött ülés, ugyanúgy ott van az ülésállítás, az is motoros, nagyon-nagyon olyan minden, mint a Rextonban, annyi az egész, hogy itt már nem memóriás az ülés, viszont van deréktámasz, az a Rextonból nekem azért néha hiányzott, ezen most már van állítható deréktámasz, és ugye ez már Euro 6D, szóval AdBlue-s lett a motor, és érdekes módon a trendekkel szemben csendesebb ez az AdBlue-s motor, mint a nem AdBlue-s volt a Rextonban. Gyere, pattanjál be, Peti! Indítsunk egyet! De amúgy meg minden szögre ugyanaz, és azt mondom, hogy nekem ez jó, én ezt megszoktam, tök jó kielégítően működött, minden a helyére, nem kell, nincsen hepciáskodó infotainment, nincsenek lefagyó appok, meg tököm tudja, amire az ég egyette világon semmi szükségem nincsen, de a telefonom már tudja tükrözni, az Android autót ismeri, a klímája jó. Itt van egy Winter Eco, illetve Power Mode, ez se volt a Rextonba. Hát én Eco-ba vagy Power. Power-be akkor használom, amikor ki van kapcsolva a kipörgésgátló, mert kicsit megrugdossuk, azt elmegy keresztbe. Amúgy van hátul egy zárható diffél, de az csak akkor zár, hogyha átteszed összkerékbe. Viszont akkor az eleje is hajt, azt akkor kicsit buta, viszont elég sok helyről kijön. Ugye ezzel az egyszerű forgó kapcsolóval állítod a hajtásképletet. Ennyit tud. Rövid összkerék, hátul sper. De hátul egy zárható diffi, bocsánat, nem is per. Ezt miért akasztottad le? Mert vele lóg a kamerába. Hát de baszki, azt a lányom csinálta, ez nekem szerencsét hoz ide. Visszatesszük. Jó. Van egy ugyanúgy, még van a nagy könyökülőnk, ugyanúgy benne van a vezetőszemüveg, a forgalmi, meg a takarító rongyok, meg minden. Minden ugyanaz. És nagyon hamar meleget csinál, ezt szeretem, azért ezt nem mindegyik diesel pickup tudja. Ülésfűtés, szellőztetés, ugye, már milyen jó lesz ez nyáron. Talán egy picit ugye a tömegéből kifolyólag is, meg ugye a másik váltó miatt is, pillanat, és kész, már össze is vagyunk lőve, hello, ennyi. Talán egy picit lomhabb, mint a Rexton volt, de azért lassúnak nem mondanám,
azért 420 Nm azért elviszi, meg lehet vele bohóckodni, de ami a lényeg, hogy messze nem annyira kényelmetlen, mint a merev hidas, ugye ez csak egy alvázas autó, mint a merev hidas kivitel, nem egy Citroen DS, vagy DS, vagy XM, de azért sokkal kényelmesebb, abszolút vállalható közúton is. Egyedül ez a dolog, ami zörögni fog, az a gyerekülés. A gyerekek imádják, kormány a helyén, van parkolás segéd, tessék, sávtartó, figyelmeztető, figyelj, tele van lufival, ott hátul is van kettő, itt is van kettő, van benne vagy 7 vagy 8 légzsák. Én szeretem, ez se volt a Rexton-ba, ez is jó, például ilyen lapos dolgok beférnek, még egy USB-t mondjuk elviselt volna, meg ugye ami hiányzik nekem belőle, és hopp, ez tényleg az egy hiány, hogy abban volt egy inverter beépítve. Ugye ezt is szoktam ózonozni, tök jó volt benne hagyni az ózongenerátort, azt akkor tudott magának büfögni, ezt most meg kell oldani máshogyan. Négy elektromos ablak. Figyelj, igazából ha azt nézed, hogy ez egy überfaszán felszerelt pickup, ami 11 millió fölött kapsz meg ezt a prémiumot valamennyivel. Kicsivel 11 fölött bruttó, de hát ki vesz bruttóba pickupot, senki, mindenki nettóba veszi. És ahhoz képest ugye a legnagyobb raktere van. Igaz, hogy a 900 vagy 900 kiló az nem a legnagyobb, amit vihetsz, nem a legnagyobb súly a pickup piacon, de a merev hidassa az 1020-at, az már azért egész jó, meg 3 tonnát vontathatsz. Úgyhogy a méreteit kell csak megszokni, de amúgy én azt mondom, hogy a magyar utakra nem kell ennél több. Mert ezeken a szar utakon aztán tényleg jó, hogy ezekre a nagy balonos gumikkal szépen átmész mindenem, meg nem aggódsz. Nem is az, hogy átmész mindenem, mert mindennel át lehet menni mindenem, de nincs benned a para, hogy jaj, most valami leszakad az aljáról, vagy odaér, vagy tököm tudja. Persze, hát valahol azért csak egy teherautó, meg alvázás, meg minden, de egyáltalán nem elviselhetetlen, és azért lehet vele menni is, mert itt mindjárt lemegyünk, azt megfordulunk, Peti, jó? Jó. Mondjuk itt, nem? Miért ne fordulnánk meg itt? Arra van. Egész kicsi a fordulóköre, meg a csikóst is meglett, hogy ez milyen kicsi helyen megfordul, és csendesebb a motor. Ez egy nagyon érdekes észrevétel volt, hogy halkabban jár, mint az előző, vagy egyszerűen csak jobban van zajszigetelve. Jó működik az automata ablak törlőt, jó tetőablak nincs, de lehetne, jó víz, Peti, víz, ezt szeretjük. Igazából nincs ezzel semmi baj. Aki még mindig le van ragadva a márkájánél, hát Ez egy pickup, ami belülről olyan, mint a Rexton volt, kész. Tök jó, be tudom illeszteni az életembe, egyedül a parkolást kell kétszer átgondolni, mert hát azért elég sok helyet foglal. Cserébe viszont tényleg az volt, hogy fel kellett tenni két nagy szekrényt, nem kell magasra emelni, felteszed, lehúzod spanniferrel, az go. Meg tudja a jóisten, már annyi mindent hoztunk ezen, ami még jó volt, hogy ugye a 2 méteres szálldeszka, ezt pontosan tudom, az átlóba pont elfér, úgyhogy elég sokat cibáltam már vele, meg fogok is. Nyáron meg azt teljesen biztos, hogy kibéleljük vízzel, aztán vagy kibéleljük fóliával, felnyomjuk vízzel, figyelve arra, hogy ugye 1 kiló víz az, vagy 1 liter víz az nagyjából 1 kiló. Menjünk még egyszer át, a posolyán? Jó, hát még egyszer a posolyán, pedig ilyen tessék, barátság. Esze neked itt van. Jó, a telepszöge amúgy gatyább, főleg ugye hátul, ahol alig 20 fok, de hát hátul, hátrafelé van óvatosan. Kell vele számolni, vagy lendület egy kicsit összehúzod magad, meghalod, hogy duf, azt már lent is van, ezt mész tovább. Tipufogó úgyis magasabb van elhúzva, nem fogod odaverni. Az alváz az meg erős. Szóval já, tökre lehet vele közlekedni, amúgy itt szépen kiírja az összes minden tucit lapozgatni, keréknyomástól kezdve. Az átlag fogyasztás az ilyen, hát 10 fél körül alakul. 10 fél, ez vegyes. Nem nézek ilyen városi ciklus, meg ilyen tökömöket, kit érdekel. Vegyes. A vegyes mutatja, úgyis olyan 10 fél. Ez hát körülbelül úgy, mint a Rextonnál.
kicsit hiányzik a sper, hogy nincsen, amikor csak így kikapcsolsz mindent, a víz az azért kompenzál. Vicces, amikor egy ilyen nagy batár elindul keresztbe, de egész használható. Amúgy meg kényelmesen, csöndesen fut, nincs vele semmi gond, egész szépen vált ez a váltó is. Annyi, hogy így lomhább, de hát azért kiló 40-et vígan utazik. Szóval lehet vele menni, lehet használni. Szerintem az most meg tudjuk, még azt hiszem, hogy AdBlue-t kell bele tankolnom, de hát azt tudok venni a benzinkúton, feltöltöm, az hello. Nagyon keveset fogyaszt, így hiszem 5000 km alatt fogy el az AdBlue tank, vagy még annyi se. Hát meglátjuk, most február eleje van, messze még a december, de biztos, hogy fogunk még jelentkezni, mert hát szerepe lesz ennek az autónak, egy komolyabb túrákra is el akarunk menni vele, meg hát mondom, azért volt már úgy, hogy szükség volt rá. Nem is kicsi. Ritkán kell az, hogy most húzni kelljen valakit, vagy nehéz dolgot, nagy dolgot kell menni, viszont akkor azért pénzt spórolsz azzal, hogy nem kell bérelned, vagy nem kell szívességet kérned, hanem odamész, lenyitod a platót, rácsapod, azt hello. Aztán viszed. És hát azért ott lesz mit cibálni még a műhely környékén, főleg, hogyha a Lajosék ott elkezdik csinálni a múzeumot, azért ott nagy nehéz dolgokat most. Ilyen motorblokkokat nem dúsz be egy karpitozott beltérbe, de egy platóra simán rárakod, aztán lekötöd, azt viszed. Na, hát tudod, tök gyorsan működik a fűtése. Nincs faxni, meg azt, hogy tudod azzal reklámozni egy pick-upot, amit csinálnak a többiek, hogy 1 millió lóerős, meg most ez 200, meg izé, fasznak egy pick-up, mert nem a lóerő számít, hanem a vonóerő, meg azt, hogy mennyit tud vinni. Most ugyanúgy el voltunk a 100 lóerős L200-asokkal is régen, most azért, na, ez se kevés. Akkor már szépen kipörög a kerék. Főleg, hogyha átesz egy power módba, és akkor ugye tovább engedi forgatni, később vált el. Azért lehet vele haladni. Én megkedveltem ezt a nagy batárt. Tényleg nincs annyi, nem kér annyi kompromisszumot, amennyit gondolnád, hogy ott szegények ott szenvednek bent a pick-upban, miért? Dehogy szenvedünk. Hátsó ülésfűtésbe kapcsolják a gyerekek. Mire kiérünk a parkolóból, már meleg van reggel. Meg te is betudod, meg úgyis szellőzik is. És ezek a dolgok csak így működnek. Be tudod állítani az index hangottól kezdve a mindent. Jó, tök fasz, ha egyszer megcsinálod, felejtsd el, az jó. Jó kis kocsik ezek. És hát nyilván, hát el kell. Én hintem ezt az igét, mert én hiszek ezekben. Nézd meg, hova jutott a Hyundai meg a Kia. Nézd meg, mennyi autót adott el tavaly a Ssangyong. Sokan kérdezték, hogy ismerőseim közül is voltak, akik beültek, megnézték, aztán elmentek, azt vettek egyet. És azóta boldogan használják, és írják nekem, hogy fú, de jó ötlet volt, hogy ez egy tök jó kocsi. Hát mondom, igen, nincs ezzel semmi baj. De hát nem lesz gond a szervizzel? Hát gondja van a szervizzel annak, akinek szervizbe kell hordani a kocsiját, de ezeket nem nagyon kell. Az elődje ugye az Action Sports, ami hát, hogy is mondjam, szebbet túrok ki az orromból, mint ahogy az kinézett, pedig Ken Greenlee rajzolta, a Royal College of Arts egyik tanára, vagy egyik ismert, nem is tudom, docense, vagy nem tudom, már ritka ronda lett, de mindegy, szóval azokkal se volt gond. Azóta, akik vettek Rexton-t, vagy a kisebbeket, Tivolit, vagy mint én tudom, bármelyiket, szeretik. Én szeretem ezeket a kis markákat támogatni. És tök jó el vagyok vele. Itt az élő bizonyíték. Azon a Rexton-on azon egy jobb első lengőkart kellett cserélni, bocs, kormányösszekötőt, de az már akkor lógott, amikor átvettem, mert tesztautó volt, azt ütötték, vágták. Azon kívül volt egy kötelező olajcserén, amikor kicserélték a váltóba, diffibe, motorba, olaját, meg ilyen karbantartást végeztek, az volt 160 valahány ezer forint. És annyi, abba beletettem több mint 30 ezer kilométert. Ezzel most, kérlek szépen, körülbelül, hát 3000-nél járunk. Tavaly december óta. Látod, hogy így kicsit így megúszik, azt utána így kész, így utána mész kormányal, azt beállsz egyenesbe. Ennyit tud fixen. Viszont gondoltam már, hogyha most bejön a rossz idő, már pedig bejött, én fel vagyok készülve, hogy fogok belejárni éjszakánként menteni. Bajba jutott a víz, Peti! Bajba jutott autós társakat. Mert csináltunk régen ilyet, bár most este 8 után azért annyian nem jutnak bajba, de mindig volt rá szükség. Volt régen egy ilyen önkéntes kezdeményezés.
most meg ugye a Facebookon, na kérem szépen. Facebookon aztán szervezkednek a srácok is. Szóval, ja, nem tudok róla rosszat mondani, mert nem, figyelj, nem vagy átvágva. Ez egy őszinte cucc. Ez egy őszinte cucc, és tök jó. És a legnagyobb hozománya, hogy nincsen így nagyon baja. Nincsen baja. Nincs rá panasz. Mindig kérdezgetem azoktól, akik vettek, hogy na jó, bevált, ízé. Nincs baj. Jön, megy, süt, fő, szopnya, gombot vár, takarít, amit akarsz. Csak egyszerűen egy autó, ami működik. És igazából annyira nem is rossz. Jó, leszámítva itt ezt a kicsi zongoralakot, de látod, ebben már nincs ennyi, mint a XD-ben volt, a Rexton-ban volt. Itt most már csak itt a váltó körül van. Ez itt már egy ilyen sima, fényezett investlőtöz, sőt, ez egy ilyen csúszásgátló, hogy gumírozott, mi vagyok. No problémo, beálljunk be hátra, mert ne foglaljunk itt a helyet. Ja, és rendes rás nincs kéziféke van, hello, hoppa. Jó kis kocsik ezek. Meg hát ugye, ha kell neked a hatalmas plató, ugye, mácska méreteiből kifolyólag is, így most nem fogsz tudni kiszállni, de hát ezt majd te megoldod, mert ügyes fiú vagy. Akkor nagyon nincs más választásod. Legalacsonyabbra rakodsz, a legmagasabb a pereme, és hát több mint 160 centi hosszú. Tök jó. Grand Busso, hát most ez van, hivatlan. Valamit vinni kell, ennyi. Neked is már tudod, az esküvő ilyesmi kell cuccolni, szólj a papónak. A gépjármű rendelkezésedre áll. Ja. Na hát ennyi, jelentkezünk még majd itt az én csatornámon. Figyeljetek, kövessetek, mert posztolgatok Instán is, meg Facebookon is, és azért a háttérben mindig ott van a megbízható kis melós. Kicsi, fasz kicsi, jó nagy. Szevasztok!